Ja, ich glaube, dass der einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, wenn man bedenkt, dass wir jetzt 9 Spiele in Folge gewonnen haben. Úgy gondolom, hogy nagyon magas helyezkedik el a rangsorban, hogyha arra gondolok, hogy 9 mérkőzést nyertünk egymás után. Und wir mussten auch diese Spiele gewinnen, um überhaupt eine Chance zu haben, noch vielleicht auf den Europaplatz zu rücken. És egyszerűen meg kellett nyernünk az összes mérkőzésre, és így volt esélyünk, hogy elérjük az Európa Ligás helyet. Ich freue mich einfach unglaublich für diesen Club und ich denke, dass Ferencváros das verdient hat und ich denke, in den nächsten Jahren wird hier auch richtig was entstehen. Kimondhatatlanul örülök annak, hogy a Ferencváros elértük a 3. helyet, és úgy érzem, hogy az elkövetkező időkben nagy dolgokat fogunk véghez vinni. Amikor 4 nyeretlen meccsel kezdődött itt számára a szezon, akkor gondolta volna, hogy ilyen siker is lehet a vége? Ja, man muss ja auch immer warten, bis eine Mannschaft auch das versteht, was ein Trainer auch will. Und ja, wir haben ja auch in den Spielen, als wir unentschieden gespielt haben, waren wir immer in der Nähe, auch das Spiel zu gewinnen. Mindig időt kell adni a csapat, hogy megszokja az új edzőt, az új játékstílus, és úgy érzem, hogy a döntetleneknél is közelebb álltunk a győzelmekhez. Ich wusste, dass wir vernünftig arbeiten, dass die Jungs mitziehen. Und ja, wir mussten nur den Schlüssel finden und ich denke, den haben wir gefunden und deshalb haben wir die Spiele gewonnen. Úgy érzem, hogy megtaláltuk a győzelem kulcsát, úgy érzem, hogy mindenki velem tartott, és így lehetünk ilyen sikeresek. Mik voltak azok a tényezők, amikkel összejött ez a siker? Minek köszönhető elsősorban? Wie bitte? Was waren die Tatsachen, damit wir... Ja, eine ganz geschlossene Mannschaftsleistung. Man hat ja gesehen, wir haben viele Spiele mit einem Tor Unterschied gewonnen und wir haben in 9 Spielen, glaube ich, nur 2 Gegentore bekommen in den letzten. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr gute Defensivarbeit gehabt. Úgy érzem, hogy a védelmünk nagyon feljavult, és az elmúlt 9 mérkőzésen csak 2 gólt kaptunk. Jeder Spieler hat seine Aufgaben auf den Positionen erfüllt und ich glaube, das war wichtig, dass die Mannschaft wieder stabiler wird, um dann auch wieder mehr Chancen auch nach vorne herauszuarbeiten und nicht ständig in Kontersituationen zu kommen. Minden játékosunk teljesítette a feladatát a saját poszton, és a biztos védekezésből tudtunk támadni, amikor visszatámadt az ellenfél, akkor pedig megakadályoztuk az ellenfelet ebben, hogy gólt lőjön. Nagyon-nagyon rövid lesz a szünet, de gondolom, hogy most jelen pillanatban ezt egy cseppet sem bánja. Bis zum nächsten Meisterschaft. Wie erwarten Sie das? Ja, das ist natürlich alles nicht optimal. Der ganze Terminkalender. Ich glaube, das muss der ungarische Fußballverband ein bisschen überdenken, weil viele Spieler haben ja nächste Woche noch ein Länderspiel und dann hat man eine Woche Pause und dann geht die Vorbereitung schon wieder los. Das ist eigentlich unzumutbar nach so einer langen Saison. Úgy érzem, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetségnek át kellene gondolni a versenykiírást, hiszen néhány játékosnak a következő héten még válogatott mérkőzése lesz, utána egy hét pihenés következik, tehát nagyon nehéz ezt így felkészülni a következő szezonban. Letzte Woche hatten wir eine ganze Woche frei, es wurde nicht gespielt, ich glaube es war ein Cup-Finale. Man hätte vielleicht auch den letzten Spieltag auch in die Woche legen können, ohne Probleme. Dann hätten die Spieler ein bisschen länger Urlaub gehabt. Hát a múlt heti kupadöntő volt ugye szombaton, és úgy érzem, hogy ha a hétközi fordulóval fejeztük be a bajnokságot, akkor a játékosoknak sokkal több idők jutott volna a pihenésre. In keinem Land in Europa hört man so spät auf und in keinem Land fängt man so früh wieder an. Und das sollten die Herren bedenken, weil die Jungs die zweite Woche kommt man erstmal runter und da fangen sie schon wieder fast an mit Training. Úgy gondolom, hogy az Európa egyetlen országában se fejezik be ilyen későn a bajnokságot, és egyetlen egy országában se kezdik ilyen korán a következőt. A második héten, ahogy kipihennék magukat a játékosok, már azonnal edzésbe állhatnak, tehát ezt úgy érzem, hogy át kellene gondolni. Aber das ist nicht mein Problem, das ist nur vielleicht mal einen Denkanstoß geben und in Zukunft vielleicht ist er ein bisschen anders machen. Ez nem az én problémám, csak egy kis lökést szerettem volna adni, hogy átgondolják az illetékesek. Hogyan fog ünnepelni ma a csapat? Mi lesz a program? Ja, wir werden heute Abend noch gemütlich zusammensitzen im Club. Wir haben ja ein wunderschönes Restaurant in gemütlicher Atmosphäre. Und dann werden wir den ein oder anderen guten ungarischen Wein trinken. A klubházba össze fogunk ülni, egy kicsit beszélgetünk, és kipróbálunk egy-két jó magyar bort.